Üdvözlök mindenkit a Nébi Szarvasi Fajta Kísérleti Állomásáról. Az elmúlt hónapokban meghozott veszélyhelyzet intézkedésekre tekintettel ebben az évben sajnos nincs lehetőségünk megtartani a már hagyományoknak mondható országos NAK-Nébi közös rendezésű fajta bemutatókat, de ennek pótlásaként meg a rendkívüli helyzetre is tekintettel egy videó üzenetbe próbáljuk megosztani mindenkivel az állomási vizsgálati eredményeket. Ebben az évben is, ugyanúgy, mint a korábbi években a fajta kísérleti feladatvégzéseinket megkezdtük, végeztük. Köszönet az állomás vezetőknek, az állomási munkatársaknak, hogy alkalmazkodva a járványügyi helyzethez feladatvégzéseiket a megszokott módon elvégezték. 2020-ban is kiemelt feladatként tekintjük, hogy a klímaváltozás, illetve a változó gazdasági környezethez igazodva kísérleteinkkel, információkkal segítsük a gazdákat egy sikeres termelés érdekében. Erre tekintettel az elmúlt hónapokban, évben, meg 2019-ben is több olyan intézkedést hoztunk, amiben bízunk benne, hogy mindenképpen hatékonyan tudjuk a gazdálkodói feladatokat támogatni. Szeretném kiemelni, magyarországi Dunántúli régióban a fertődő állomásunknál megkezdtük az előkészületeket egy ökológiai gazdálkodásra történő átállásra. Ettől azt várjuk, hogy a jövőben lehetőséget tudunk majd biztosítani bio fajta kísérletek beállítására. Szintén egy előremutató változás lesz, hogy bővítettük az állomásaink, az aktív állomásaink számát. Ősz folyamán már az észak-alföldi régió kompolti állomásán is fajta kísérletek kerülnek majd beállításra. Szintén az elmúlt évek változásai révén igyekszünk segíteni és támogatni a fásítási programot, új szemléletbe próbálunk gondolkozni, és az erdészeti szaporítóanyag kísérleteinket, vizsgálatainkat is minél szélesebb körűen próbáljuk beállítani, illetve nekünk is kihívások voltak és lesznek is, de örömmel konstatáljuk azt is, hogy 2020-ban egy újabb növényfaj került beállításra, ez pedig a földi mogyoró, amivel bővül az állomásaink feladatvégzési köre. Magyarország a növényfajták állami elismeréséhez és a fajtaautonomhoz szükséges vizsgálatok elvégzését a Nébi Mezőgazdasági Genetikai Erőforrások Igazgatósága végzi. Ez az igazgatóság 15 fajta kísérleti állomást működtet, amely az ország teljes területét lefedi és a fontosabb termőhelyekről adatokat szolgáltat. A fajtavizsgálatok során beérkező adatokat egységes fajtavizsgálati módszertan szerint dolgozzuk fel, amelyek következtében az állami elismerést pedig az Agrárminisztérium adja meg. A szarvasi növényfajta kísérleti állomás fajtavizsgálatok mind a három szakterületét felöleli. A három szakterületben az egyik legfontosabb a dúsvizsgálatok, amelyek során a fajtáknak megkülönböztethetőnek, egyöntetőnek és állandónak kell lenni. Szarvason van a rizs fő kísérleti helyünk dúsból, illetve tartalékkísérleti helyként olyan fontos CPVO fajok, mint a kender, a kukorica, a szója és a cirok kerülnek itt dúsvizsgálat beállítására. A második ilyen szakterületünk a gazdasági értékvizsgálatok, ahol a növények termés eredményeit nézzük meg, illetve fontosabb beltartalmi mutatókat, mivel szarvas öntözhető állomás, ezért ezen az állomáson fűfélék és pillangós fajoknak a kísérletei kerülnek beállításra. A harmadik a növénykortani vizsgálatok, amelyben a rezisztencia vizsgálatok azt hivatottak megmutatni, hogy az adott növényfaj mennyire rezisztens, illetve milyen mértékben fogékony az adott betegségekre. Ezekből nem csak spontán kísérleteink vannak, hanem vannak provokációs kísérletek is, kukorica szártőporhadás, illetve kukorica csőpenészesedésre is. Az állami elismerés követően azok a fajták, amelyek állami elismerésben részesültek, felkerülnek a Nemzeti Fajtajegyzékre, és nagyon fontos tudni, hogy csak ezek a fajták hozhatók termesztésbe, illetve a Nemzeti Fajtajegyzékek összessége adja a fajta, közösségi fajtakatalógust, amely az Európai Unió 27 tagországának bármelyikében lehetővé teszi a vetőmagoknak a termesztését, illetve a forgalmazását. Belátható, hogyha csak a mai nap bemutatásra kerülő két növényfaj, az őszi búza és az őszi káposzta repcét nézzük, hogy repcéből több mint 1600, míg búzából több mint 2600 fajta van a közösségi fajtakatalóguson, ebből a gazdáknak önerőből szinte lehetetlenség a fajta választás. Ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara évekkel ezelőtt létrehozott egy egységes
bemutató rendszert a fontosabb fajokból, illetve ezeknek eredményeit ki is értékeljük, melyek elérhetők a gazdák számára a Nébi honlapján, valamint kiadványt is szerkeztünk belőle, melyet szintén szeretnénk a gazdák részére eljuttatni. A mai napon bemutatásra került őszi káposztarepce és őszi búza fajták adatait feltettük a Nébi honlapjára, és ezekből készült kiadványokat rövidesen eljuttatjuk a gazdák részére is. Az államilag elismert fajták kísérletébe évről évre 40-50 fajtát vetünk el. A fajták kiválasztásának szempontjai pedig az alábbiak, amik követik a gazdálkodói fajtaválasztást is. Elsődlegesen a termésmennyiség. Évről évre az előző év kísérleti eredményei alapján a 10 legnagyobb termést adó fajta kerül a kísérleteinkbe. Ezek mellett a minőséget figyelembe véve a 10 legjobb minőségi paraméterekkel rendelkező fajta kap helyet. A minőség egy összetett tulajdonsága az őszi búzának, mi alapvetően a fehérjetartalomra, sikértartalomra és az alveográfos W értékre támaszkodunk. 10 évnél idősebb fajta nem szerepelhet a kísérletekben, kivéve abban az esetben, ha a fajta terméspotenciája, minőségi mutatói vagy vetőmag szaporító területe alapján mégis kiválasztásra kerül. 2012 óta végezzük a Nemzeti Élelmiszerlátbiztonsági Hivatal égisze alatt a munkánkat. A Dél-Alföldi régió, más néven Székutasi régió, 270 hektár igen szélsőséges talajszerkezetű kísérleti területen végzi a munkáját. Szarvas dús második helyként van nyilvántartva, de szántóföldi gazdasági értékvizsgálatokat is végzünk, valamint egy 6 éve monokultúrában beállított koltani kísérletű kukorica kísérletünk van, illetve az országban egyedül mi végzünk is kísérletezést. Szarvas 36 hektár területtel rendelkezik, ebből az idei évben 10 hektár a kísérleti területeink. A 4 éves vetésváltás miatt üzemi területeinken napraforgó, illetve búza lett beállítva. Az őszi kalászos kísérletünk 239 fajtával 1100 parcellán, az őszi káposztarepsze pedig 50 fajtán 204 parcellán lett beállítva. Szarvason jelenleg velem együtt 5 fő állandó és 1 fő időszakos kolléga látja el beállítási, ápolási, mintázási, felvételezési és betakarítási feladatokat. Dús kísérletet végzünk szóján, keleti kecsker után, cirkon, kenderen, illetve kukoricán, valamint rizsen. Talajainkat tekintve réti szolony, ez 13 aranykoronás, úgynevezett erősen kötött felsztalajokon gazdálkodunk, az egész területünk öntözhető, árasztható, a szarvasi kálkafogi holtákból felszíni csatornahálózaton keresztül töltjük fel a tározó tavunkat, melyből egy Bauer öntöző dobbal öntözünk. 5 évente tápanyaggazdálkodási tervet készítünk, illetve talajvizsgálatot végzünk. Ez alapján elmondható, hogy területeink foszforral, káliummal jól ellátottak, viszont mivel nitrát érzékeny az összes területünk, ezért nitrogénből is csak a megengedett hatóanyagot juttatjuk ki. Az állomáson folyamatosan mérjük a napi hőmérséklet és csapadékadatokat, ezek alapján elmondható, hogy a 2019. szeptembere óta lehullott 355 mm csapadék nagyon kevés, és a folyamatos hőingadozás állandó stresszben tartja a növényeket. Kísérleteinkben 193 repce hibridet vizsgálunk. A kísérleteket 14, illetve 15 termőhelyen vetettük el. Összesen a korai hibridek csoportjában 48-at, a középérési hibridek csoportjában 77 hibrid szerepel. Vizsgálunk vegyszertoleráns hibrideket, amelyek száma az idei évben 26. A kísérleteikben továbbá szerepelnek féltörpe hibridek, amelyiknek száma 12, és az elmúlt években indult egy új csoport, a magas olajsav tartalmú repcék vizsgálata, ebben a csoportban is 5 hibrid szerepel. Az államilag elismert és EU-listás kísérletekben pedig további 25 hibridet vizsgálunk. Ezeket a hibrideket lehet szarvason megtekinteni. Hogyan válasszunk őszi káposzta repcefajtát? A legfontosabb az őszi káposzta repcén esetén a fajta választásnál a termőképesség.
Ezt követi az olaj minősége, tehát hogy milyen olajtartalmú legyen, speciális, magas olajtartalmú vagy normál repce. Nagyon fontos a glükozinolát tartalom pontos meghatározása, hogy az adott hibridnek a glükozinolát tartalma milyen értékeket ér el, mert sajnos évenként, esetenként szóródásokat is tapasztaltunk glükozinolát tartalom vonatkozásában. Az irányadó az, hogy általában 18 mikromol per gram alatti glükozinolát tartalmú repcéket érdemes választani a termesztéshez. Nagyon fontos az erukasav tartalom is az őszi káposzta repcénél. Azt lehet mondani, hogy a Magyarországon termesztett dupla nullás őszi káposzta repcék erukasav tartalmával az utóbbi évtizedben azt lehet mondani, hogy nem volt gond. A további rendkívül fontos tulajdonság a repcék esetén a termesztési tulajdonságok, tehát, hogy az adott őszi káposzta repce milyen télállóságú. A magyarországi klíma változás miatt utóbbi időszakokban azt mondhatjuk, hogy az őszi káposzta repcék esetén igazán téli kipusztulással, kifagyással nem találkoztunk, de ennek ellenére a télállóság egy nagyon fontos fajta választási szempont. A szárszilárdság, hogy az adott őszi káposzta repcénk mennyire vagy hajlamos a megdőlésre, illetve rendkívül fontos tulajdonság, hogy az egyes becők a betakarítás ideje alatt milyen mértékben hajlamosak kipergésre. Tehát ha lehetőségünk van, válasszunk olyan repcét, amely kevésbé hajlamos a betakarításkori kipergésre. Fontos termesztési szempont továbbá a tenyészidő, illetve meg kell még említenem azt, hogy a vegyszerrezisztencia vonatkozásában is már rendelkezünk olyan őszi káposzta repce hibridekkel, amelyek imidazolin hatóanyagra rezisztensek, és így a poszt vegyszeres kezelésre alkalmasak.